Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Melyik férfi az igazi? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Siriana számára. Kedves Siriana, üdvözöllek téged! Belépett két férfi az életedben. A kérdés az, melyik az igazi? És én kezdeném a jóslást. A jelenlegi helyzetedet itt ez a kártya mutatja. Itt mérlegre kell tenni a dolgokat, vagy összehasonlítani a kettőt egymással. Az is fontos, hogy maradj a belső egyensúlyban. Mi az, ami téged gyengít? Azt mutatja itt ez a kártya. Ez a belső nyugalomra utal. És a te belső hangodra. Ha te most odafigyelsz, akkor a belső hangod megadja a választ. Melyik az igazi? Az egyik férfi Magyarországon él, a másik külföldön. Az én belső hangom azt súgja nekem, és ezt mondom neked, hogy az igazi ez a magyar fiú lesz. De ez az én érzésem. Hallgass arra, mit mond a te intuíciód, mit közöl veled. Mi erősít téged? Ez a válasz, ez a kép, a te kisugárzásod, a nőiességed, a szépséged, tehát mindenki észrevesz téged, és csodál téged. Ez a csodálatos kisugárzás az, ami számodra előnyös. Most megtekintjük azt a fiút, amelyik külföldön él. Az ő jelenlegi helyzetét itt ez a kártya mutatja. Vannak kihívások, viták, veszekedések. És van ott egy másik hölgy az ő környezetében. Itt ez az ördög azt mutatja, hogy rossz kapcsolatai vannak. Vagy van valaki a háttérben, aki becsapja őt, vagy hazudik neki. És mit tudna ez a férfi neked biztosítani, azt mutatja itt ez a kép, ha ő túlteszi ezeken a dolgokon magát. Elbúcsúzik a környezetétől, lezárja ezeket a vitákat, akkor van arra lehetőség, hogy ti egy komoly párkapcsolatot kialakítsatok. Amennyiben te őt választod, és kialakul itt egy párkapcsolat, akkor milyen a jövőtök? Erre megadja a választ itt ez a kártya. Az egyes szám az egyedül létre utal. Vagy arra, hogy te elhagyod őt, és ő egyedül marad, vagy te érzed magányosnak magadat ebben a párkapcsolatban. Az egyes szám az is lehet, hogy ő nagyon magabiztos, és ő akarja alakítani a dolgokat. Itt ez az arany érem az anyagiakra utal, az értékekre, persze arra is, hogy te értékes vagy számára. Itt az egyes szám utal egy új kezdetre is, új körülményekre, és az én érzésem az ezzel kapcsolatban, hogy az egy költözést jelentene, mégpedig egy másik városba, vagy egy másik országba. Most megtekintjük azt a fiút, aki Magyarországon él. Az ő jelenlegi helyzetét itt ez a kártya mutatja. Itt van egy hölgy, aki nyitott valami újra. A kártyánknak van szimbolikus jelentése. És ez mutatja az ő, ennek a férfinak a tartását. Mégpedig azt,
hogy ő nyitott arra, hogy veled egy párkapcsolat kialakuljon, megvan hozzá ez a vágy, ez a remény, de a szomorúság is. És ő keres itt egy kiutat. Van egy másik hölgy az életében, ez az állarc azt jelenti, hogy talán igen, talán nem, de ez a hölgy nem mutatja ki azt, amit akar. Neki párkapcsolata nincs. Előfordulhat, hogy van egy másik hölgy, aki szeretne vele összejönni, de nem mutatja ki az érzelmeit. És hogy közeledik ez a férfi hozzád, itt mutatja ez a szerelmes pár. És az arra utal, hogy ő szerelmes beléd. Megvannak a vágyai, de nem meri kimondani azt, amit mondani szeretne, nem beszél érzelmekről. Amennyiben őt választod, akkor milyen a jövőd? Ezt mutatja itt ez a kártya. Nagy-nagy szerelem, nagy lelkesedés, te adsz neki erőt, ő ad neked erőt, és itt van közös jövő. És hogyan alakulnak a dolgaid a következő hónapokban, erre megadja a választ ez a kártya. A kettes szám egy párkapcsolatot mutat, a levegő eleme döntéseket, és egy találkozást. Kettőjük közül lesz egy találkozás számodra. Én azt gondolom, hogy ez a magyar fiú lesz, aki így közeledik hozzád. Én bepillantottam a horoszkópodba, abban a pillanatban, amikor te születtél, az oroszlán jegye és a nap kelt fel a keleti határon, az indiai asztrológia szerint. Nem csak a nap volt a keleti határon, hanem a lefele mozgó hold csomó, ez egy kármikus csomó, és az kihat a külsődre, kihat a személyiségedre, itt vannak neked kármikus témáid, és ezek a kapcsolatok, ezek a kármikus kapcsolatok kihatnak rád, azon kívül szemben áll a deszcendent, és ezzel kinyílik egy új életterület, a párkapcsolat területe, ott van nálad a vízöntő jegye és a holdad. Igen, a nap és a hold szemben állt, te egy teli hold napon születtél, az indiai asztrológusok azt mondják, ez szerencsét hoz, mert a teli hold kivilágítja az élet utat. Itt a hetedik életházban, ahol a párkapcsolat van, nem csak a holdat található, hanem a felfele mozgó holdcsomó, ami egy kármikus utat jelent, egy kármikus szerelmet. Nem szeretném a döntésedet befolyásolni, de azért felteszem a kérdést, melyik az igazi, megkérdezzük az ingát. Amennyiben az inga jobbra fordul ki, akkor az jó lenne, ha te ezzel a magyar fiúval kialakítanál egy párkapcsolatot. Amennyiben az inga balra fordul ki, akkor az jobb lenne ez a külföldi párkapcsolat. Amennyiben az inga megáll, akkor most megállnak az események, légy türelmes, mert jelen pillanatban még minden olyan bizonytalan. Az inga először megállt, légy még türelmes, de az irány ez a magyar fiú. Kedves Siriana, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok neked minden jót. Nagyon sok szeretettel. Dendera.
És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!